Hát tulajdonképpen a Vörösgáznél különböző, az önkénteseket különböző fokozatokkal szokták kitüntetni. Én a bronz fokozatot kaptam, valamint az év egyik önkéntesévé választottak a Vöröskeresztnél. Tehát ez egy, igazából ez egy országos kitüntetés, ami számomra is meglepetés volt, mert nem tudtam róla, hogy felterjesztette. Hát akkor jó érzés, hogy elismeri a Vöröskereszt a munkát. Hát igazából jó érzés, persze, természetesen minden elismerés jó érzés. Hát igyekeztem is végül is rászolgálni, viszont nem ezért csináljuk. Ugye a Vöröskeresztben már 1990 óta részt veszek, először, mint ifjúsági vöröskeresztes, még gimnazistaként, aztán folyamatosan elsősorban az elsősegély oktatásában, népszerűsítésében, de szerveztünk már a gimnazistákkal közösen, ugye, mert ott tanítok ugye a gimnáziumban, a főállásban, különböző gyűjtőakciókat, elsősorban az advent, illetve ugye a húsvéti gyűjtőakciókra gondolok, illetve a véradásokat is. A mentőorvosi kocsi egy éves fennállásának alatt eddig 376 alkalommal kapott riasztást a központtól. Az esetek 70%-ában orvosi beavatkozásra volt szükség, 20%-ban pedig közvetlen életveszélyt hárítottak el a szakemberek. Június 1-én voltunk egy évesek, örömmel jelentem, és az egy év alatt közel 400 esetet láttunk el. A mai, ami most visszérkeztünk, ez már a 414. eset volt, hiszen június 1-én voltunk egy évesek, és Kőszegi Zoltán polgármester, illetve Dabasváros önkormányzata felajánlásából februárban már tárgyalásokat folytattunk, hogy egy új helyre szerettünk volna költözni, ez az, ahol most vagytok, ez a mostani nyugdíjas ház, régen szociális foglalkoztató volt itt a zeneiskola mögött. A nyugdíjasok használták ennek egy részét már évek óta ennek az épületnek, viszont jókora része, több mint a fele az nem volt ugye kihasználva, és így úgy döntött a városvezetés, és hogy nagyon szívesen rendelkezésünkre bocsátja. Hozzá kell tenni, hogy a mentőorvosi mentőtiszti kocsi üzemeltetésen kívül kaptunk októberben jutányos áron egy német alapítványtól, a Johanniterektől egy nagyobb betegszállító kocsit is, és ezt április közepétől elkezdtük üzemeltetni, jelenleg csak két nap. Tudjuk megfinanszírozni, ezt is ugye idősek otthona finanszírozza, illetve más cégek finanszírozzák, illetve emellett ugye őrzött betegszállítás, fizetéses őrzött betegszállítás, költségtérítést is bevezettünk. Így, aki esetleg nem tud, vagy nem akar, ugye itt a nem sürgős, nem életveszélyes betegszállításról van szó, szakemberek segítségével el tudjuk szállítani a környék kórházaiba, a Kecskemétre, Budapestre. Az ebből befolyt, igazából azt tudom mondani, hogy nem annyira jelentős összeget, hiszen minimális profit folyik be, az pedig szintén ugye erre a szép mentőorvosi mentőtiszti kocsi fenntartására tudjuk költeni. A kivonuláshoz felhasznált üzemanyagon kívül folyamatosan gyógyszer utánpótlásra és műszerkopás javítására fordítják a támogatásokat, valamint a betegszállításból befolyt összeget is. Egyre több önkormányzat áll mellénk, illetve hát azt tudom mondani, hogy a cégek is úgy néz ki, hogy szépen támogatnak, de hát minden vágyunk az, hogy ez teljesen működjön, zökkenőmentesen működjön. Azt el kell mondani, hogy statisztikailag, és ez az Országos Mentőszolgálat is elismerő, hogy statisztikailag sikerült a sürgősségi ellátás, itt a környék sürgősségi ellátását jelentősen javítani. Maximálisan együtt dolgozunk az Országos Mentőszolgálattal, és a helyi kollégákkal meg kifejezetten nagyon jó viszonyban vagyunk. Könnyebbséget jelent az új helyszín? Annyiból könnyebbség, hogy eddig ugye a saját családi házamnál volt kialakítva, egyébként az ANTS-szel az is elfogadott rendes helység, viszont mivel ugye megnőtt heti kétszer, gyakorlatilag duplára nőtt a kollégák száma, hiszen a betegszállító kocsin ugye megint plusz két kolléga van, ezért ugye négyzetméterben is növekednünk kellett, és ezért tudtunk két elszeparált helységet is létrehozni, valamint egy külön konyha is rendelkezésünkre áll, külön garázs is rendelkezésre áll, egy nagyobb terület is, tehát mindenféleképpen szignifikánsan jobb olyan értelemben a hely, hogy természetesen kényelmesebb a kollégáknak, kényelmesebb a gépek berendezések elhelyezésének, a gépjárműpark elhelyezésének, mindenféleképpen kényelmesebb.